4 éve jeles tanulmányi eredmény, példás magatartás, versíró pályázat, természettudományi és idegennyelvi versenyek első és második helyezése, aktív sportélet. Ezek mind-mind egy személy ismertető jegyei. Erdei Gábor a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákja lett 2022. februárjában a polgármester ösztöndíjas a Sátoraljaújhelyen. Szamosvölgyi Péter polgármester szerint annak, hogy szinte kifogyhatatlannak tűnnek azok a diákok, akik bátran felterjeszthetőek erre az elismerésre, egyetlen kézenfekvő oka van. Jók az iskoláink. Tehát akár a gimnáziumot nézzük, akár a Szent Istvánt, akár a Trefortot, vagy a Georgikont, a magas specialitásában mindegyik nagyon jó. Én nagyon örülök annak is, amikor jövök haza autóval Miskolc felől, és látom a buszmegállónál csoportosuló fiatalokat, ők biztos, hogy a TAN területen voltak kint, a tankertben voltak kint. Egy időben ez nagyon visszafejlődött, azt hittem, hogy nincs jövője a szőlészeti, borászati dolgoknak, de van. A Keri a maga specialitásával, a számvitellel, egyáltalán a könyveléssel és minden mással, amire szükség van, itt van az élen. A gimi is megtalálta a maga helyét ebben, és jó irányt talált a Honvéd Kadét képzésben is, teszem hozzá. Látszik is a növekedés a beiratkozók számába. A Trefort pedig igyekszik mindenkinek egy olyan elfogadható tudást adni, és végzettséget, vagy adott esetben képesítést, amivel el tud helyezkedni akkor is, hogyha nem a legkiválóbb diákról van szó. Sebes Péter igazgató szerint elsősorban nem a kiemelkedő eredményei, hanem személyisége teszi legalkalmasabbá Erdei Gábort az elismerésre. Egy nagyon tisztelettudó és egy nagyon szerény diák, aki nagyon sokat tett az iskoláért, versenyeket nyer, folyamatosan, céltudatosan tervei vannak, ugye informatikusként szeretne most a technikus képzést befejezni, majd pedig tovább tanulni egyetemen, de amellett én példakép is a diákoknak, mert egy céltudatos, szerény diák, akire folyamatosan számíthat az iskola közösségi programokban, reál programokban, humán programokban, természetjárás, tehát olyan széles spektrumban, olyan széles érdeklődési köre van, amit jelen példaértékű. Erdei Gábor idén érettségizik majd, ami után technikumi továbbképzésen az iskolában tervez maradni. Sátoraljaújhelyben élek, a Kyokushin karatét már 11 éve folytatom, 11 év alatt második kiút, a barnevet is került elérnem, az Szent István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium tanulója vagyok. Negyedik, most az éven fogom befejezni tanulmányaimat, továbbtanulás lehetőségét, a technikumot választottam, majd szándékommal egyetemre is tovább mennem. Igazán izgalommal töltöttem, amikor megtudtam, hogy a kitüntetést idén ebben a hónapban én fogom megkapni. Szorgalmas munkám kifizetődött. Az elkövetkezendő hónapokban további eredményes tanulók elismerése fémjelzi majd a polgármester ösztöndíját.